A szegény ember meg a bíró. Saját gyűjtése, barát Bözsi néni meséje. Hun volt, hun nem volt, hetet hét országon is túl, még az óperenciás tengeren is túl, élt egy szegény ember meg egy szegény asszony. Nagyon szegények voltak, meg nagyon öregök. Gyűjt a húsvét, most azt mondja az ember az asszonynak. Te asszony! Gyűjt a húsvét, azt nekünk semmink sincs. Olyan szegények vagyunk. Hát majd lesz húsmétig még valami, mondja az asszony. Imádkoztak. Közben a falu beliek rágyűjtek arra, hogy ez az idős házaspár már nagyon öreg, még nagyon szegény. Ezért vittek nekik egy szép nagy sonkát, meg egy szép kerek cipót. Nagyon megerültek neki. Bötötték az asztalra, azt elmentek. Azt mondja az ember. Feleségem, menjünk elni az erdőbe egy-két kéve rőzséjé, hogy majd betüzelünk, azt jó meleg lesz. Aztán majd megkezdjük a sonkát meg a cipót. Ha jó van, mondja az asszony. Bezárták az ajtót, a kulcsot meg oda tették a küszöb alá. Elindultak. Ahogy mennek, találkoznak egy falubeli katonával, aki most jut haza a húsvéti szabadságra. Hát maguk hova mennek? Kérdi tűk. Hát itt mennek az erdőbe, egy-két kéve rőzséjé, megkaptak a falubeliektől egy szép nagy sonkát, meg egy szép kerek cipót. A dolgokat betettük az asztalra, bezártuk az ajtót, a kulcsot meg oda tettük a küszöb alá, mondja az asszony. Jó van, az ember meg az asszony mennek az erdőbe, katona meg még tovább a falu felé. Út közben katona gondol magába, hogy ugyan megnézi, milyen ezeknek a szobájuk. Fölveszi a kulcsot, kizárja az ajtót, hát minden ott volt az asztalon. Nézi, nézi, egyszer fogta, azt mögötte mind. A sonkának csak a csontját hagyta meg, cipónak meg csak a haját. Bezárta az ajtót, a kulcsot meg visszatette a helyre. Elment. Gyűn haza az asszony meg az ember, egy-egy kéve rőzsével, kizárik az ajtót. Ha látik, hogy a sonkának csak a csontja van ott, a cipónak meg csak a haja. Hát ezt most mi jötte meg? Gondolkoznak. Azt mondja az ember. Te asszony, eztet más nem öhette meg, ezek csak a legyek löhettek. Ha biztos úgy van, mondja az asszony. Hát ők most mit csináljanak? Hát ők elmennek szépen a bíróságra, az bepördlik a legyeket. Panaszolják a bírónak, hogy ők hogy jártak, hogy ott hagyták a sonkát meg a cipót az asztalon, azt mire hazaértek, a sonkának csak a csontja volt ott, a cipónak meg csak a haja. És ezt csak a legyek öhették meg. Bíró főkel, gondolkozik, hogy most mit kéne csinálni. Ha mivel a legyek ötték meg a dolgokat, ezért más nem tudok mondani, legyeket meg kell büntetni. Tudják mi? Legyeket üssék agyon. Ha jó van, majd máskor nem hagyjuk bent a legyeket, mondja az ember. Közben bíró homlokára rászállt egy légy.
zembörni ott volt a gamósbot, fogta, az fejbe vágta vele a bírót. A bíró elesett. Hát ez most mi? Hát maga mondta, hogy el egyet agyonk ütni. Én nem a bírórat akartam fejbe vágni, csak a legyet akartam agyonkítni. Itt a vége, hussá véle.